Hamlet egy örökérvényű mondatával szeretnék kiindítani, miszerint nincs a világon se jó, se rossz, gondolkodás teszi azzá. A gondolkodás, amely manipulálható, ezáltal irányítható, cenzurázható. Nagyon jól tudjuk, hogy a mi 21. századunkban a gondolkodásbeli különbözőségek milyen szélsőséges helyzeteket teremtenek, és mennyi gyűlöletet szítanak. Elfelejtettünk toleránsak lenni, és nem akarunk empatikusak sem lenni. Nem szeretem ebben a században a személytelenséget. Egyre inkább az elmagányosodás fele tartunk, és sajnos nagyon sokan élünk csonka családokban. Azt hittem, hogy a járvány lesz a legrosszabb, ami megtörténhet velünk, hogy nem lesz fontos a színház, vagy egyáltalán nem lesz szükség színházra. És végül kisül, hogy itt van egy háború a közvetlen közelünkben. Hát 21. század is kineveli a maga szörnyetegeit. A házamat választottam a filmezés színteréül, ez börtönöm és menedékem. Hogyha nem akarok tudni a külvilágról, akkor ide vonulok vissza a kedvenc tárgyaim közé. Hálás vagyok a 21. századi irodalomnak, hogy ennyi jó könyvvel örvendeztet meg minket. Jó dolog a könyvekbe belemerülni. Függőségi viszonyban élek egy telefonnal, ami szinte olyan, mint egy mankó. Hogyha nincs nálam, akkor az az érzésem, hogy teljesen el vagyok vágva a világtól. Jó lesz ismét utazni szabadon valamikor. Nem utolsó sorban hálás vagyok a barátaimnak, hogy vannak, hogy vagyunk egymásnak. Ez mindenféleképpen egy megtartó erő lehet ebben a szétesni készülő világban. Omlik a régi, fordul az idő, Schiller után szabadon, és nekünk minden helyzethez alkalmazkodni kell, hogy túlélhessünk. Én ezt úgy szeretném csinálni, hogy szomorú énemből valami maradjon. Persze, hogy Adi. Mindenkinek, így magamnak is azt kívánom, hogy őrizzük meg a hitünket, és maradjunk motiváltak. Ezen most egy kicsit többet kell dolgozni.